A legfontosabb emberek a képletben, azok abszolút változatlanok, és nem kellett őket kiegészíteni. A következő rétegben, akik egyébként kapacitással hozzájárulnak a termeléshez, ott természetesen jöttek be új emberek, de cég menedzsment szintjén ebben a pillanatban ugyanaz a három ember van, mint akkor. Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast 9. epizódjában. A mai beszélgető partnerem Pál Zoltán, az ALH Consulting kereső optimalizálással foglalkozó ügynökségnek az alapítója és vezetője. Üdvözöllek, Zoli! Szervusz, és köszönöm a meghívást! Itt az elején azért, hogy a hallgatók tudják, hogy kivel beszélek, meg milyen kaliberű vállalkozóval, bemutatnád röviden számokkal a vállalkozásodat, mekkorák vagytok, kiknek és miben segítetek? Szívesen! Mi egy teljesen home office-ban működő kereső optimalizálási ügynökség vagyunk. Teljes értékűen az ügynökségi modellt követjük, vagyis alvállalkozó, alvállalkozónak az alvállalkozója mindenki. Nyilván nem ekkora láncolatokban, de az ügynökség az definíció szerint az egyébként egyfős, ami viccesen néz ki egyébként a cég papírjaiban, de valójában 50 fő dolgozik azon, hogy jelenleg nagyjából 400 projektet kiszolgáljunk. Tavalyi éves árbevételünk az ilyen 360-70 millió környéke volt, de még itt mindenféle ilyen elhatárolások, meg minden dolog még azért képbe jön, majd akkor fogjuk meg tudni májusban, hogy pontosan mi volt a végeredmény. Nyilván én közelítőt tudok. Három üzletágunk van jelenleg, és most alakítunk ki kettő újat. Ezek döntően termékenként különülnek el, és szervezetileg pedig úgy nézünk ki, hogy a gyártás legnagyobb részét valamilyen szövegírási munkában szövegírók látják el, ügyfelek felé gyártásvezetők riportolnak, vagy hát ők tartják a kapcsolatot velük. Minden ügyfélnél van tanácsadó, ez egy másik réteg a szervezeten belül, illetve köztesen van egy minőségbiztosítói réteg, akik pedig a munkaanyagokat ellenőrzik, például a szövegírásnál plágium ellenőrzővel, meg mindenféle olyan dologgal, ami szükséges. Mindegyik réteget próbáljuk bővíteni, minőségbiztosítói csapat az gondolom jól kialakult. Most a gyártásvezetői munkakörnek a porlasztásán dolgozunk, hogy szervezetileg ne egy-kettő kulcsember legyen a gyártásvezetésben, hanem mondjuk 6. Ezáltal nem azt mondom, hogy a cserélhetőség, de a helyettesíthetőség az sokkal könnyebben megoldott, hogyha valaki szabadságra menne, stb. Illetve tanácsadásban 3 tanácsadónk van most, ebbe én is beletartozom, mert én alapvetően már csak front sales-en és tanácsadásban dolgozom. A céget szerencsére nem nekem kell vezetnem, és ezt azért mondom, hogy szerencsére, mert hogy én alapvetően nem szeretem azokat a feladatokat, ami a cég operatív működésével járnak. Nagy szerencsémre erre minden területére megtaláltuk a megfelelő embert. Nagyszerű. Mondtad, hogy 360-370 milliós bevétel, és ehhez nagyságrendileg mekkora eredmény társul majd a tavalyi évre vonatkozólag? Ezt azért nem egyszerű kiszámolni, mert egyébként nyilván a számviteli törvény szerint, meg hát ugye meg a könyvelés azt hozza ki, kb. Ilyen 120-valahány millió nyereség van benne. Erről azt kell tudni, hogy ugye már az értékcsökkenés csökkenti az eredményt, de egy ilyen gyakorlatilag software as a service-ként működő szolgáltatónál az értékcsökkenés egy korábban elkészített szoftveres környezetnél nehezen értelmezhető. Nyilván a számítási törvény megszabja azt, hogy milyen mértékű értékcsökkenést kell elszámolni. Ez kb. Ilyen 20-valahány millió forint, ami ugye gyakorlatilag befolyt nyereségként, de idei évben ez értékcsökkenésként el van számolva. Vagyis akkor azt mondom, hogy ilyen 150 alatt egy kicsivel, és nyilván vannak azok a tételek, amit egyébként mondjuk úgy, hogy minden ügyvezető szeret elszámolni a cégére.
amennyiben ezek fedhetőek. Nyilván ez az is, mert hogy a céget most egy olyan dologra készítjük fel, ami nem is tolerálná, hogy ezek ne legyenek rendben. Úgyhogy elméletileg olyan 150 környékén, valójában azért ennél több, de miért is ne ruháznánk be olyan dolgokat, amik a jövőben támogatnak minket. És ezzel a 360-370 milliós bevétellel ti mekkorának számítotok ebben az iparágban? Közepesnek, nagynak, kicsinek, hova lehet helyezni titeket? Én tudomásom szerint kereső optimalizási ügynökségből ekkora nincsen. De hogy amennyire tudom, úgy nincsen, hogy a következő konkurensünk az fele ekkora, és ezáltal mi eléggé túlhíztuk magunkat, de célom is, hogy nagyok legyünk. Nekünk ez az ideális állapot, hogyha nagyon nagyok vagyunk. Szervezetileg mi ennél még sokkal nagyobb méretre vagyunk optimalizálva. Valahol egyébként egy jól üzemeltethető méret, az nekünk ilyen 6 és 800 millió közötti árbevétellel lesz elérhető. És ez nem azért mondom, mert hogy akkorák szeretnénk lenni, hát nyilván szeretnénk akkorák lenni, csak szervezetileg még ilyen kicsiben vannak olyan munkakörök, amik nem tudnak munkakörök lenni, hiszen mondjuk csak 15 óra egy hónapban, és egészen egyszerűen nem akkora az a feladatkör, hogy egy munkakörként akár egy félállásos emberre rábíznánk. Ezért nevetséges, de ahhoz, hogy hatékonnyá váljon, és komfortossá váljon egy feladatkör elvégzése, vagy delegálása, ahhoz még egy ilyen duplázást meg kéne tennünk. És ez azt is jelenteni, hogyha eléritek majd ezt a duplázást, hogy ahogy mondtad, ez lenne az optimális méret számotokra, hogy gyakorlatilag a bevétel arányos nyereség is növekedne ezzel együtt? Részben igen, mert most ma sokkal drágább ember végzi el az ilyen, vagy emberek végzik el az ilyen 10-15 órás per hónap idejű feladatköröket, és nem szükségszerű, hogy ilyen drága emberek végezzék el. Kirajzolódik igen abból, amit mondasz, hogy már most látod előre, hogy a szervezet alkalmas egy sokkal nagyobb szintre, és most ez nem optimális szint számotokra, és majd amikor eléritek ezt az optimális méretet, meg bevételi szintet, akkor értelemszerűen a nyereség is ezzel együtt növekszik majd, hiszen ahogy mondtad, ezeket a kisebb feladatokat akkor már nem egy jelenleg drágább óradíjú vagy bérköltségű ember fogja elvégezni. Abszolút, illetve nagyon sok munkakört automatizálunk folyamatosan. Én onnan nézek minden egyes fejlesztési órát, hogyha ez egy éven belül valahány órától megszabadít minket, akkor az alapján tudom priorizálni, hogy mit és hogyan fejlesztünk. Most mondok egy példát, az én tanácsadói munkakörömből sikerült olyan 50-70 munkaórát automatizálnom múltkor, azt hiszem január közepe tájéken, egy tizenvalahány órás fejlesztési idővel. Ez számomra azt mondja, hogy idén rögtön nyertem, akkor mondjuk kerekítsünk 50 órát, és a jövőre nézve, Isten tudja, végtelent, és minden egyes tanácsadó kolléga, aki ebben a munkakörben dolgozik, az már nem találkozik egy nagyon macerás, adminisztráció-heavy feladatkörrel, hiszen egyébként le tudtam automatizálni. Ha innen nézem egyébként, akkor nem hordjuk ki az ablakon fölöslegesen azt az időt. És ahogy ugye a beszélgetés előtt is beszéltünk róla, a kapacitások, a munkaidők, ez nagyon fontos számodra, hiszen te gyakorlatilag a kapacitásokat adod el, ami van a vállalkozásban, és hát így, ahogy mondtad, nagyon nem mindegy, hogy az 50 óra az mire megy, és ezek után ez felszabadul, ezt akár termelésre lehet fordítani, és ugye ez az 50 óra ez nálad jelentkezik, de ahogy mondtad, kollégáidnál is megoldottál ezzel egy kapacitás kérdést, és felszabadítottál gyakorlatilag sok órát, amit aztán el lehet adni, és mondjuk nem adminisztrációra, vagy egyéb műveletekre fordítani. Igen, illetőleg ezt onnan is nézem, hogyha még ha nem is adjuk el azt az időt, mert bár egyébként eladhatjuk, de tegyük fel, hogy nem tudjuk, mert egyébként nincs annyi lead a piacon. Ha onnan nézem, hogy komfortosabbá vált egy munkakör, akkor az nem egy elhanyagolható fegyvertény a munkaerő megtartásában. Hiszen ő neki valamivel már nincsen feladata, amivel eddig volt, és egyébként mindenkinek fájdalmas volt. Így, hogy ez kikerült, mert automatizmusok végzik döntően, így ez mégiscsak egy komfortérzetbeli javulás. Értem, tehát ha meg komfortosabb, akkor nyilván jobban is tud teljesíteni az adott kolléga. Ha már rátértünk itt a kapacitások kérdésére, ezt akarnám veled egy kicsit boncolgatni, mert hallgattam itt korábbi beszélgetéseket, és nagyon átjött, hogy mennyire fontos számodra a kapacitás, mennyire gyártói szemmel gondolkozol. Ez honnan jön neked, ez a gyártói szemlélet? Igazából ez sok tekintetben rám ragadt, de alapvetően mindig is érdeklődtem lean és egyéb témák iránt, meg
az iránt, hogy hogyan lehet egy erőforrást úgy kapacitálni, úgy kihasználni, hogy az ideális legyen, és ne kelljen fölösleges dolgokat fizetni, akár álló időt, akár álló munkaidőt, stb. Szóval a kihasználtság és a hatékonyság az valahogy mindig szembe jött számomra, és egyszerűen volt ez irányba egy érdeklődésem, amikor meg pedig bekerült egy olyan rendszer a cég életébe, ami ezt nagyon nagy mértékben támogatta, akkor igazából eléggé jól összeálltak a dolgok, és azóta is folyamatosan bingizgetem. Szóval ez igazából mondhatnám úgy, hogy privát érdeklődés, és hát természetesen maga az, hogy vállalkozóként nyereséget szeretnék elérni, és nyereséget akkor tudsz elérni, hogyha nem minden pénzedet bérre költened. Már a vállalkozásod a saját ügynökség elején is figyelt, én erre, hogy amikor egyedül elkezdted, nyilván akár én is, vagy bárki elkezd egyedül egy vállalkozást, lesz a munkaideje, ami a kapacitása, és ugye abból valamennyit tud termelő műveletekre fordítani, de közben van egy csomó idő, vagy csomó feladat, ami ugye időt viszel, ami nem termelő tevékenység, nem bevételt termel. Tehát az elején is figyeltél már erre, akkor is elkezdted ezt menedzselni, vagy jött valahonnan a gondolat, tanultad ezt valahol, és elkezdted beépíteni a cégbe. Körülbelül ilyen 30-35 milliós árbevételi szintig ezekre nagyon limitáltan figyeltem, illetőleg annyiban kimerült, hogy ha mondjuk kellett csinálni egy elemzést egy ügyfélnek, akkor mondjuk nem kezdtük az elemzést teljesen a nulláról, hanem volt egy sablonunk, és abban gyakorlatilag átírogattunk minden számot. Ezen túlmenően nem foglalkoztunk vele, hiszen volt rá időnk. És akkor egy idő után elkezdett ez a helyzet, mármint az ügyfelek igényei és a mi időkeresztmetszetünk közé szorulva elkezdett ez nyomást kifejteni rám. Amikor aztán nyilván egy pár menekülő utat felvázoltunk, elkezdtünk mindenféle egyszerűbb CRM-eket használni, vagy Kanban-ba rendeztük a dolgainkat, és kicsit átláthatóbb volt, ezzel nyertünk egy valamennyi kapacitást, és utána kezdődött az ezutáni időszak. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy eleinte az igény meg volt rá, de nem volt rá meg az a nagyon szigorú törekvés, hiszen nem volt hozzá eszközkészletem, amivel meg tudom valósítani. Aztán, amikor az eszközkészlet megjelent, akkor már relatíve könnyű volt erre rágyógyulni. Ez azt is jelenti egyébként, az legelső rendszerbevezetésünk, az most azt hiszem 3 év, 11 hónapja, vagy lehet, hogy most már 4 éve volt. Valahol egyébként azt hiszem, igen, talán a 4 az megvan, és ez 12-dekkora volt a cég. És azóta 3600-3700 fejlesztési óra ment bele csak az én időmből. Úgyhogy itt, amikor meglett az eszközkészlet, akkor iszonyatosan nagy ütemben kezdtünk el fejleszteni. Vehet kezdtem. Ugye beszéltük az elején a méreteket, ugye 360-370 milliós bevétel, nagyságrendileg mondjuk 40%-os nyereség, ezek tök szép számok, és szerintem bármilyen iparágban örülne ennek egy vállalkozó. És mit gondolsz, hogy ez a gyártói szemlélet, a folyamatoknak a fejlesztése, a kapacitásokra való figyelés, az mennyiben járult ehhez hozzá, hogy ezek nélkül is tartanál-e itt, akár bevételben, akár nyereségben, tehát ugye simán lehet, hogy a bevétel akkor is ekkorára nő, csak mondjuk a nyereség nem. Mit gondolsz ezzel kapcsolatban, mennyiben befolyásolta ez a nyereségességet és a növekedést? A bevétel se tudott volna ekkorára nőni, mert míg 12-szereztük a cég méretét 4 év alatt, a kapacitásainkat mi gyakorlatilag menedzsment szinten automatizálással javítottuk. Vagyis ebben a pillanatban azt tudom mondani, hogy a legfontosabb emberek a képletben, azok abszolút változatlanok, és nem kellett őket kiegészíteni. A következő rétegben, akik egyébként kapacitással hozzájárulnak a termeléshez, ott természetesen jöttek be új emberek, de cég menedzsment szintjén ebben a pillanatban ugyanaz a 3 ember van, mint akkor. Így azt tudom mondani, hogy ha ugyanakkorák maradtunk volna, ez a szemlélet és ez a rendszer, vagy ugyanez a szervezet marad, és ugyanez a szemlélet, rendszer, stb. Nem váltunk a mostani környezetre, akkor egyébként nem is lettünk volna képesek a mostani szintet lehozni, és messze nem lennénk ennyire nyereségesek, mert akkoriban ilyen 15% környéki nyereséggel mentünk talán. Szóval az, hogy kapacitást nyertünk egyik oldalon, és azt képesek vagyunk kiszolgálni, az azzal is járt, hogy egyébként a saját belső hatékonyságunkat hát nagyjából így háromszoroztuk. Ezt elképzelem egy fizikai gyár
képében. Ez akkor azt jelenti gyakorlatilag, hogy építetted a gyáradat, egyre nagyobb lett a gyár, egyre több gyártógép került ebbe a gyárba, viszont a központ, az, aki ezt működteti, kézben tartja, az nem növekedett ugye létszámban, ezzel együtt költségben sem, nyilván az évek alatt nőttek a bérköltségek, stb., de hogy a központi kapacitás, vagy ahogy te nevezted, a menedzsment kapacitás nem kellett növelni, így az nem nőtt egyenes arányban a termelő kapacitással, és ennek a költsége sem nőtt, úgyhogy ez tökre kirajzolódik, ahogy mondtad, és ez valószínűleg lecsapódik a nyerességességetekben, illetve, ha jól értettem az utolsó gondolatodat, a termelő folyamatokban is háromszoroztátok a hatékonyságot, tehát nem csak az, hogy a központi költségek nem nőttek, de sokkal többet termelünk, hanem még ez a termelő oldal is sokkal hatékonyabban, tehát 100 forint költséggel sokkal több értéket, bevételt tud termelni itt az évek alatt, mint mondjuk 3-4 éve. Igen, illetve abban én javítanám az elmondásod, hogy ugye mondtad, hogy a bérek nyilván növekedtek. Ez egyáltalán nem nyilvánvaló és következményszerű, mert nálunk ez alatt a 4 év alatt nagyon minimális béremelést kellett megvalósítanunk, hiszen az egyes munkakörökre bontva, azzal, hogy ők hatékonyabban dolgoznak, azzal következményszerűen nőtt az óradíjuk, de az egység, mármint darabarányos megbízási díjat nem kellett emelni. Hiszen, hogyha például egy szövegírónál korábban az volt a feladat, hogy létre kell hozni egy fájlt, azt el kell nevezni, be kell rendezni, utána kell nézni dolgoknak, és ez mondjuk jelentett 45 perc időt, de ma rendszer hozza létre a fájlt, rendszer nevezi el, rendszer rendezi össze neki az információkat, a korábbi előzményeket, és mindent egy felületen lát, és ezzel el tudjuk érni, hogy még 25 perc megírni ugyanazt a tartalmat, hiszen már csak szövegírás feladata, semmilyen kutató munkát nem kell végeznie, akkor, hogyha a megbízási díj változatlan, de az idő csökkent, akkor törvényszerűen nőtt az ő órabére, ami egyébként neki, minek után ő mindenképpen az eltöltött idejét szeretné monetizálni, ez neki egy növekvő órabéres környezet, ami évről évre biztosítja azt, hogy ha hatékonyabb a rendszer, és egyébként nyilván javaslatokat tesznek arra, hogy hogyan tehetnénk ezt hatékonyabbá, úgy egyébként nő az órabérük, és nekünk az egy darabos termékre vonatkoztatott költségünk egyébként változatlan. Nyilván a fejlesztési költségeink azok rettenetesen magasak, de ennek is egyébként megvan a háttérben a logikája, hogy ezt hogyan kompenzáljuk. Itt ugye kiemelted, vagy folyamatosan szem előtt van a rendszernek a fontossága. De ha jól gondolom, nagyon fontos az is, hogy milyen emberekkel dolgoztok, hiszen attól, hogy te megteremted azt, hogy a munkatársad egy óra alatt vagy egy nap alatt sokkal többet tudjon termelni, attól még nem biztos, hogy ő ezt meg fogja csinálni, és ugye azért tud ő többet keresni, mert kihasználja a munkaidejét, és nem azon, hogy te megteremtetted a rendszerben, hogy egy óra alatt mondjuk 10 ügyfelet tud kiszolgálni, most mondtam egy számot, az lehet, hogy irreálisan magas, de ő meg, ha nem alkalmazkodik ehhez, és nem igyekszik, akkor ugye nem termel többet, és nem tud többet keresni. Tehát kulcs lehet az is, hogy milyen emberekkel dolgoztok együtt. Kulcs lehet, ez kétségtelen, ugyanakkor, mivel nincsen más választás, mert mint ez most azt a feltételezést tettük le az asztalra, hogy ha idézőjelben ülsz a gyártósor mellett, és te nem szeretnél alkalmazkodni a gyártósor megváltozott működéséhez, akkor te ugyanolyan lassan dolgozol, mint régen. De ez azért nem egy valós szenárió, hiszen a gyártósor, ami lepakolja eléd a munkaanyagot, az egyrészt gyorsabban fognak ezt szállítani, vagyis nálad torlódás alakul ki, és a torlódásra egyébként veszteséget szenved el a vállalat, nyilvánvalóan hatással lesz a munkakörödre, például a kokáért kirúgnak. Mi nem tekintjük ezt így, de nagyon nem egy valós szenárió az, hogyha minden körülötted gyorsul és változik, akkor te megpróbálsz ugyanúgy dolgozni, mint régen, hiszen nem tudsz úgy dolgozni, mint régen, mert nincs ott az a gomb, nincs ott az a felület. Egyszerűen muszáj integrálódnod a rendszerbe, mert hogy ha úgy szeretnéd csinálni, mint régen, egyszerűen nincs ott semmi. Ha el akarsz menni arra a felületre, amin régen dolgoztál, szövegíróként vagy akárhogy, akkor az nincs ott. És hogyha nem tudod megnyitni, akkor törvényszerűen neked be kell illeszkedned az új rendszerbe. A másik dolog, hogy a változások azok nálunk nem ennyire drasztikusak, hogy egyszer csak a teljes infrát kicseréljük, hanem egy-egy dolog jön be a képbe. És egy-egy új fejlesztés lépésenként való bevezetése
az a többieknek is a munkakörét nem úgy érint, hogy na, akkor most mindent pont másképp csinálunk, mint eddig csináltunk, hanem egy dolgot csinálunk másképp, és ott megspóroltunk egy percet. Legközelebb valami más csinálunk másképp, és ott is spórolunk egy percet. Aztán lehet, hogy 50 dolgot megcsinálunk valamiben, és ez valamin 5 másodpercet spórolunk, valamin meg egyet. És végül összejön az, hogy mondjuk lehet, hogy abban az egy munkaórában megspórolunk 25-öt neked. Úgyhogy alapvetően az nem egy kockázat, hogy valaki nem alkalmazkodik hozzá, mert kicsi lépésenként változik az egész rendszer, és nem tud másképp dolgozni, mint ahogy a rendszer előírja neki. És ezeket a perceket, amik aztán akár órákká is összeadódhatnak, forintosítva is figyeled, vagy inkább úgy, hogy vele, abszolút. Hogy... Abszolút. Tehát akkor nem úgy, hogy vele, hogy nyilván javítasz a hatékonyságon, spórolsz időt, az majd valahol lecsapódik az eredményben, hanem ezt te látod forintosítva is, hogy ez mit fog jelenteni. Igen, ez olyan mértékben, hogy nagyon sok olyan helyzet volt már, hogy egy fejlesztés nagyon drága, mondjuk egy ügynökség életének a vonatkozásában drága, jelenti mondjuk 6 kötőjel 10 millió forint. A legtöbb ügynökségnek ezek olyan költségek, amik azért szemmel láthatóak, ugyanúgy, ahogy nekünk is egyébként. De mondjuk ezzel egy kollégának, vagy nem csak egy kollégának, hanem egy teljes feladat, vagy egy teljes munkakörnek, amiben ugye egy komplett réteg van nagyon sok emberrel, a munka idejének a 30%-át megspóroljuk. Viszont mi elköltöttünk, tegyük fel, akkor most csak 6 millió forintot arra, hogy ő 30%-kal, vagy igen, mondjuk 30%-kal gyorsabban dolgozzon. Ebben az esetben mi a megbízási díjakat le fogjuk csökkenteni 15%-kal, mert valahol tartalékot kell képeznünk arra, hogy a fejlesztés megtérüljön, viszont a kolléga azt fogja látni, hogy ugyanannyi idővel ő egyébként 15%-kal magasabb díjat tudott el, vagy munkadíjat, óradíjat, akármit tudott elérni, hiszen egyébként, hogyha kiszámolja, hogy 10 munkaóra mennyi produktumot tett le, az jön ki, hogy 15%-kal több. Így egyébként mi is az elérhető hatékonyság növekedésből béroldalon visszaeszünk 15-öt, és meghagyunk 15-öt a munkavállalónak, vagy alvállalkozónak. Ezzel egyébként hosszú távon a 6 milliós fejlesztési költségből, ezzel apró munkaanyagonként 15%-os csökkentéssel folyamatosan vissza tudjuk termelni a fejlesztés költségét. Értem ennek a logikáját, tehát ha te befektetsz x millió forintot egy fejlesztésbe, és eléred azt, hogy a termelő kolléga ugye gyorsabban tud termelni, tehát egy óra alatt több terméket tud elkészíteni, nevezzük így, bár nyilván szolgáltatók vagytok, akkor elérheted azt, hogy kevesebbet adsz neki egyetlen produktumért, hiszen többet tud megcsinálni adott idő alatt. De hogy ezt hogy tudjátok nekik átadni? Mert nem biztos, hogy mindenki érti azt, hogy oké, hogy te beletettél ennyi pénzt, az engem mit érdekel, hát eddig ennyit kaptam egységnyi termékért, most meg kevesebbet akarsz adni, aztán te azt mondod, hogy többet tudok majd csinálni, gyorsabban tudok majd dolgozni, de hát ezt én fogadjam el, és ennyi. Hogy tudjátok ezt átadni nekik? A kihívás jogos, ugyanakkor ez így elmondva tűnik csak nagyon nehéz dolognak. A gyakorlatban ez egy olyan dolog, amit egy struktúrát levélben le tudsz vezetni, és olyan ténylegesen nem történt 4 év alatt a mostanra 50 fős szervezetben, hogy valaki egy ilyen szituációban azt mondja, hogy ő feláll és elmegy. Hiszen egyébként ez matematika, és az nagyon nehezen tagadható. Egyszerűen én azt látom, hogy ez sokkal nagyobb démonnak tűnik a legtöbb cég számára, hiszen ez egy ismeretlen mentalitás, ez egy ismeretlen terület, stb. Sokkal nagyobb démonnak tűnik ennek a bevezetése, mint amekkora kockázat valójában. Igazából, hogyha egy szövegírónak 200 cikk megírása mellett neki havonta most az, hogy létrehoz fájlokat 200 alkalommal, és elnevezi pontosan ügyféldomén, ügyféldoménen belüli üzletág, azon belüli számosság, hogy hanyadik anyagot gyártja, ez mind utána nézés. El kell menni az ügyfél adatlapra, kimásolni a domaint, bemásolja a munkaanyagnak a fájl nevébe, megnézi, hogy melyik üzletágba merült föl, azt is beírja, hogy valamilyen üzletág, és megnézi a számosságot, hogy ez a 274. cikke, ez mind meló, és maga az ő kvalitása, az nem arra van kitalálva, mint szövegíró, hogy ilyen jellegű adminisztratív dolgokkal foglalkozzon. Ezért 200 cikknél, mondjuk ezzel megspórolunk neki 2,5 percet havonta, sok, kiszorozhatóan az 500 perc, az nagyon nehéz azt mondani, hogy ha ezt mi lefejlesztettük neki nagyon sok pénzért, akkor,
akkor nagyon nehéz azt mondani őszinte arccal, hogy nem, én nem akarom, hogy csökkentsétek a megbízási díjamat ugyanezen arányjal, vagy ennek az aránynak egyébként a felével, mert azt szerint szoktunk haladni. Mert én akkor is azt kérem, hiszen egyébként eddig ez így volt. Nem találkoztunk még ilyennel, de ha így lenne, biztos egyébként megválnék tőle. Mert akkor az az ember egyáltalán nem vette figyelembe azt, hogy mi mennyit tettünk érte. De továbbra is nem volt ilyen. Így, amiről mesélsz, kirajzolódik előttem, hogy ez egyébként brutális hatással lehet a cégnek az eredményére, hiszen ugye beleöntesz valamennyi pénzt egy fejlesztésbe, azzal eléred, hogy a termelő kollégák ugye többet tudnak termelni adott idő alatt, ők is több pénzt tudnak végül keresni, hiába csökkented mondjuk a megbízási díjakat, te is több pénzt fogsz így a végén keresni, és ugye végül az ügyfél is valahol jól jár, mert ő nem is látja ezt a rendszerben, de ugye érzi azt, hogy profi a kiszolgálás, gyorsabb a kiszolgálás, és lehet, hogy más cég is tudja ezt a profi és gyors kiszolgálást, de sokkal alacsonyabb, sokkal magasabb költséget tudja azt elérni, hogyha nincsenek meg ezek az automatizmusok, rendszerek, folyamatok, és az a vége ennek, hogy ez egy hármas win szituáció gyakorlatilag, mert te, mint vállalkozó, meg cégtulajdonos is boldog vagy, a munkatársak is boldogak, hiszen hatékonyabban tudnak dolgozni, ahogy mondtad, komfortosabban tudnak dolgozni, és több pénzt tudnak keresni, és hát az ügyfél is boldog, nyilván, ezért is dolgoztok. Igen, illetve azt látja az ügyfélkör nagy része, vagy szerintem az egésze igazából, hogy amilyen áron dolgozunk, azon az áron ügynökséget megbízni szinte nem realitás Magyarországon. Mert nekünk az, hogy gépek dolgoznak, az olyan szintű árelőny másokkal szemben, hogy az nagyon-nagyon-nagyon pontosan meglátszanak ajánlatokba. Nyilván van tudomásunk arról, hogy egy-egy konkurens ugyanazt a munkamennyiséget, amit mi csinálunk, azt mennyivel drágábban gyártja, vagy hát szolgáltatja az ő esetükben. Az a tapasztalat, hogy ez valahogy ilyen 15-40% között van. Azért nagyon nehéz úgy elmenni tőlünk, hogy olcsóbb alternatívát talál ugyanazon a minőségi és kiszolgálási szinten. Ez így van, tehát a 15-40% az rendkívül sok. És ugye most az árról beszéltünk, hogy máshol mennyi, meg nálatok mennyi. Beszélünk itt ugye a rendszerekről, automatizmusokról, stb. Ki tudnál-e emelni valamilyen konkrét példát, amit a hallgató magával vihet, illetve hogy viheti magával egyébként ezt a szemléletet a hallgató? Most meghallgat minket, aztán elmegy a saját vállalkozásába, hogy kezdjen ennek neki, hogy ő valamit javítson a hatékonyságon, a folyamatokon, fejleszten valamit, ugye te így szoktad nevezni fejlesztésnek. Hogy tud neki kezdeni az átlag vállalkozó szerinted? Tudunk-e valamit adni most neki útravalóul mankóként? Abszolút. Én ezt nagyon sok podcastben szoktam mondani, két dolgot. Az egyik az, hogy keresse meg a már megint helyzeteket, és ez nagyon jó, mert általában azzal kezdődik a mondat mindig, hogy már megint, például már megint ezzel kell szívnom, már megint ezzel kell foglalkoznom, már megint hülyeséget kérdez az ügyfél. Ezek a már megint helyzetek azok, amik nagyon-nagyon jól leírják azt, hogy itt valamilyen már az eszébe jutó számosság fordul elő valamilyen helyzetből. Ezek döntően sablonosíthatóak, vagy e-mailből, adminisztrációban megelőzhetőek. Ha az ügyfél folyamatosan rákérdez valamire, akkor az kizárólag az én felelősségem, hogy azt nem küldtem el neki jó előre, hogy olvassa el, legyen nála az a tudás, és nem merüljön föl ez a probléma legközelebb. Ha az ügyfelek 70%-a rákérdez valamire, akkor ez egy edukációs probléma, amit nekem jó előre fel kell oldani. Ezt megtehetem egy automata e-maillel, és az fog történni, hogy az ügyfelek 70%-ától ki fog kerülni. Cserébe valamilyen exotikusabb dologra rá fognak abból 15%-ban kérdezni, mert egy része tovább fogja gondolni valamilyen úton, módon, de a 15% és a 75% között van egy szemmel látható különbség, és hogyha egyszer kellett magamtól időt hiteleznem, és ez a másik dolog, amit mindig szoktam mondani, hogy vegyünk fel saját magunktól hitelt. Hitelezzünk 2 órát az esténkből. Azt mindenki érti, hogy felvesz pénzt arra, hogy vegyen egy lakást, felveszi azt a hitelt, mert az neki később a lakhatását biztosítja, és egyébként, hogyha felvet rá egy hitelt, valószínűleg kevesebbet fog visszafizetni, mint amennyivel többet fog érni, mondjuk 10 év múlva az a lakás. Ilyen jellegű hitelfelvételt mindenki ért. De azt valahogy senki nem tudja átvinni magán, és ez szerintem ez tényleg a második legfontosabb,
hogy saját időnkből is tudjuk magunkat hitelezni. Társasági dolgok fontosak, emberi kapcsolatok mind fontos, nagyon sok fontos dolog van, de ha azt meg tudom tenni, hogy napi egy órát, vagy heti 4-5 órát valahonnan a saját időmből hitelezek magamnak, azért, hogy azt visszakapjam egy fejlesztés hatására, akkor én egyébként biztos, hogy pozitív jövőértékre számíthatok. Mondom ugye a példát, volt egy tanácsadói munkakörben egy időpontegyeztetési és meetingelési feladatkör, ez azért volt szükséges, hogy az ügyfeleket tudjuk támogatni folyamatosan, és ne legyen az, hogy magukra van hagyva, vagy magukra vannak hagyva, és csinálnak, amit csinálnak, mi pedig nyilván csináljuk a mi dolgunkat, és számlázunk, hanem legyen egy aktív kapcsolattartás. Ennek bizonyos ügyfélkör fölött nagyon nagy az időterhe. Ezt tizenvalahány órát sikerült leautomatizálni úgy, hogy personalizáltan az ügyfél szerződésének méretéhez arányosítva különböző időpontokban kimegy neki egy levél, itt a naptáram, légy, foglalj egy időpontot, lévén itt a következő meetingnek az ideje, ezt az ügyfél magától megteszi, amikor éppen szükség van rá, vagy éppen amikor ideje van rá, és csak azokat kell innentől felhívni, aki mondjuk 3 hét alatt nem foglalt be egy időpontot. Nem egy óriási effort, 10 óra hitelt vettem föl magamtól, és 50-et spóroltam ebben az évben. Legközelebb igazából, hogyha innen nézem, nem, csak ez a fejlesztésnek hála, lehet, hogy februárban egyáltalán nem kell magamat hiteleznem, mert hogy amit megspóroltam időt vele, nyilván februárra értem, és egyébként az 50 óra az éves távon, de hogy ezeket lehet egyenlegként számolni. Olyan időtartamot tudsz megspórolni, hogyha egy kicsi időt rászánsz egy fejlesztésre, ami utána már érted dolgozik, soha az életben nem lesz már az a feladatkör, mert leautomatizáltad. Úgyhogy én a már megint helyzetet is, és azt emelném ki, hogy igenis a munkaidőn túlmenően vegyünk fel a saját magunktól időt hitelbe. Igen, ezt a már megint helyzetet, ezt hallottam én is más beszélgetésedben, és nekem is nagyon praktikus volt, hogy ezek után figyeljek erre a vállalkozásomban, hogy mik azok a már megint helyzetek, amiket aztán érdemes tudatosítani és kezdeni velük valamit. Az jutott itt eszembe, hogy ugye dolgozol folyamatosan azon, hogy időt spóroljatok, gyorsak legyetek, hatékonyak legyetek, stb. De hogy ezzel felszabadul mindig egy kis extra kapacitás, és hogy hogyan lehet ugye arra rávenni a kollégákat, hogy felszabadult neki mondjuk napi 10 perce, 20 perce egy fejlesztés során, de hogy azt töltse is ki munkával, hiszen ugye azzal, hogy több kapacitásunk van, akár azzal, hogy felveszünk még embert, lehet, hogy mondjuk csökkennek a díjaink, mert ugye több felé osztik el ugyanaz az a költségünk, de ha ez nincs feltöltve a munkával, akkor igazából lehet, hogy az óradíjunk vagy az egység díjunk alacsonyabb lesz, és akkor olcsóbban tudunk munkát vállalni, de ugye ha nincs feltöltve, akkor összességében ez veszteséget okoz a cégnek. De közben meg is válaszoltam magamnak, aztán mindjárt megerősíted ezt, hogy ha jól tudom, nálatok teljesítmény alapú a bérezés, és ugye innentől kezdve egyértelműen érdeke az a kollégának, hogyha neki van szabad kapacitása, akkor azt termeléssel töltse ki, és ne azzal, hogy megvárjuk, míg letelik az idő, bár ahogy mondtad, nem is alkalmazottakkal, hanem nagyrészt a vállalkozókkal dolgoztok, és nem időt fizettek ki, hanem produktumot. Abszolút, mi produktumot. És a kérdés felvetés egyébként nagyon jó, ugyanakkor azt a tényt figyelmen kívül hagytad, hogy egy fejlesztést akkor kell elvégezni, hogyha arra nekünk ott szükségünk van szervezetileg. Vagyis, hogyha egyébként nincs fullon kitöltve az a kolléga, jelenti, hogy nem a kapacitásainak a határán van, és ez nem jelenti azt, hogy következőleg már nem tudnék emiatt munkát vállalni idézőjelben, akkor az ebben a pillanatban egy hátrébb sorolt fejlesztési terület, mert van, ahol máshol biztosan olyan szűk keresztmetszet, ahol el tudom költeni a fejlesztési költségvetésemet. Így olyan fejlesztést nem racionális csinálni, aminek a megspórolt ideje alatt nem tudna megcsinálni valami mást a kolléga. Hiszen, hogyha ott lesz egy légüres tér, akkor egyébként szegény ott fog unatkozni, hogy így mondjam, akkor én azt miért fejleszem le? Példát mondok, tavaly február fele, egyébként ez egy ilyen nagyon, mentoráltam már, meg segítettem több marketing ügynökségnek, és mindenkinek az a mániája, hogy a számlázást első leautomatizálja. Legnagyobb baromság. 2-3 óráról beszélünk az egész hónapban. Miért automatizálja? Értem, hogy nem szereti, de hogy arra költeni fejlesztési időt és költséget, hogy leautomatizálj, vagy delegálj egy pénzügyesnek egy számlázást, ami havi 3 óra, az a legnagyobb baromság. Mert hogy az a 3 óra, az felszabadul, és ez egy kényelmi dolog, értem, de értéktelen. Mi tavaly februárig,
azt hiszem, amikor már 330 milliós volt az ügynökség, addig kézzel számláztunk, mert mindenhol máshol nagyobb időkeresztmetszetet nyertünk szervezetileg, mint akkor a 40 órányi számlázási és gyártászárási riportálási idő, amit megsporolhatunk vele. Aztán persze leautomatizáltuk, és onnantól kezdve egy 330 milliós árbevételi szint mellett havi 40 órát megsporolunk, most olyan 410-en vagyunk, vagyis akkor mondjuk tegyük fel, hogy ilyen 50 pár órát megsporolunk havonta. Ez abszolút jól jön most, mert az évi 600 óra, de eddig a szintig, egy több mint 300 milliós árbevételű ügynökség szintjéig mindig volt szervezetileg fontosabb és nagyobb kapacitás nyereséggel kecsegtető terület, amit lehetett automatizálni, mint a számlázás. Úgyhogy egyébként a számlázás 40 óra volt akkor, és ez felfoghatatlanul nagy meló, az egy teljes munkahét, nagyon fájdalmas, de hogy addig folyamatosan volt nagyobb nyereséggel, nyereségígérettel élő fejlesztési terület. És mindig azt kell megcsinálni, ami téged holnap gátolna. Számlázás, hónapzárás, riportálási feladatokat még hónapokig húzhattuk volna. Persze akkor már nagyon fájt volna esetleg, nem tudom, 60 órát ezzel szöszölni havonta, de nem ez volt a legnagyobb nyereség az adott pillanatban. És amíg a fejlesztési időkeresztmetszet véges, addig nekünk muszáj priorizálni. Nyilván egy olyan környezetben, ahol a világon mindenki programozó, és vagy hát az emberek egy döntő része programozó, és ezért van fejlesztési keresztmetszet, ott ez nem így lenne, ott bármire el lehet költeni a pénzt, mert egyébként van végtelen fejlesztési időnk. Amíg ez nem áll, már pedig nagyon nehezen tudom elhinni, hogy bárhol állna az a tény, hogy végtelen fejlesztési órája van, addig ott a fejlesztést olyanra kell szánni, ahol van helye. Ott nincs helye, ahol felszabadítunk valahány óraszámot, és nincs helyette mit csinálni a kollégának. Jó, tehát igazából az nagyon fontos is kiemeltet, hogy gyakorlatilag ott fejleszünk, ahol van benne potenciál, és van értelme ezt megcsinálni, és ne csak azért fejleszünk, mert látjuk, hogy ezt meg lehetne oldani, de aztán nem tudjuk azt feltölteni munkával, vagy egyébként nem leszünk vele előrébb. Tehát mindenképp arra kell fókuszálni ezeket a fejlesztéseket, ahol van értelme, meg van benne potenciál. Amit szerintem érdemes itt a hallgatók felé kiemelni, hogy ez a fejlesztés, ez nem feltétlenül csak azt jelentheti, hogy ilyen IT programozás jellegű szoftveres dolog, mert nyilván a te vállalkozásodban ez 99%-ban így működhet, de aki nem ennyire szoftveres dolgokkal online dolgozik, biztos, hogy nála is lehet fejleszteni, tehát hogy ez nem csak ilyen IT-s fejlesztés lehet, hanem a gyakorlatban a saját vállalkozásában megkeresheti a vállalkozó azt, hogy mit lehet fejleszteni. Te ezt fejlesztésnek nevezed, ő nevezheti máshogy is. Persze, az is fejlesztés, hogy egy helyszínre ellenőrzést végezni kijáró szakembernek adunk egy checklistet, hogy mit kell átnézni. Mert egy ilyen jellegű fejlesztés egyrészt segít mindenre kiterjedő szolgáltatást adni, vagy ellenőrzést nyújtani, csökkenti a hibázás lehetőségét, csökkenti az olyan jellegű problémát, miszerint ez az ember megnézett egy gépet, aminek különböző alkatrészeit kellett szemrevételeznie, mérnie, bezsíroznia akármi, és hogyha itt nem marad ki egy lépés, akkor nem megy tönkre akkora gép, amikor tönkre menne, ha kifelejti azt a lépést, vagyis csökkenti az olyan költségeket, amit egyébként egy ilyen ellenőrzés hivatott lenne segíteni megúszni, de az ember hibázik, és egyébként nincsen hibátlan ember, vagyis törvényszerűen ezek előfordulnának. Egy checklisten el tudod érni azt, hogy az a gép sokkal nagyobb élettartamon tudjon szolgálni, kevesebb állóüzemidő, kevesebb költség, kevesebb szervíz, kevesebb minden, csak attól, hogy oda nyomtunk neki egy kinyomtatott lapot, hogy ezeken a pontokon menj végig. Nagyon lementem egyszerűbe, tényleg, mert hogy ma már nem így zajlik a dolog, hanem van egy PDA-ja, és azon nyomkorászik egyébként egy applikációt, de gyakorlatilag ez is egy fejlesztés. A fejlesztés következménye, hogy megjelent a költség, ami ennek az adminisztrációja, hogy oda kell adni neki a papírt. Nyeresége, hosszabb terhelhetőség, hosszabb üzemidő, kisebb javítási költség, kisebb kiesőidő, vagy éppen a kieső idő teljes megszűnése, stb. Vagyis egyik oldalon van egy forint költsége, másik oldalon meg lehet, hogy milliókat ér, és csak annyi, hogy adtunk egy papírlapot a kezébe. Nyilván nagyon lementem egyszerűbe, de ez is egy fejlesztés, hiszen a munkafolyamatnak eddig nem volt része az, hogy a kolléga, aki fejből tudta azt, hogy mit kell javítani és mit kell megnézni, vigyen egy papírt, mostantól a munkafolyamatnak része az, hogy vigyen egy papírt. Lementél egyszerűbe, de gyakorlatilag ez így működik, és a vállalkozás fejlettségi szintjétől függően simán lehet, hogy
amilyen példát hoztál, egy kinyomtatott papír, egy útmutató tényleg nagyon sokat segített, és ez pénzben is lecsapódik majd. És egy kicsit másabb vizekre eleznék, idéznék tőled nem szó szerint egy gondolatot. Azt mondtad egy korábbi beszélgetésben, hogy a legtöbb vállalkozó értékesítés alapján dolgozik, és nem figyel arra, hogy a költségek milyen arányban, vagy hogyan érvényesülnek egy termékben, vagy szolgáltatásban. Ez azt vetíti nekem elő, hogy te már nem csak bevételben gondolkodsz, hanem sokkal inkább árésben, fedezetben, vagy akár nyereségben. Ezzel kapcsolatban mit osztanál meg, illetve szerinted mi a különbség a két gondolkodásmód között, hogy bevételben gondolkodik csak valaki, vagy már nyereségben is? Ég és föld. Ez azért, igen, nem fognak azért megszólni, hogyha azt mondjuk, hogy a cégek jó 85%-a, ha nem több, úgy áraz, hogy ennyiért kapható a konkurensnél, ezért nekem is ennyiből ki kell jönnöm, és hogyha ő nyereséges, akkor én is. Egyébként masszív áfacsalásokkal átitatott gazdasági területeken végképp egyébként nem lenne igaz, de ez egy abszolút tévedés. A legtöbb ilyen, azt kell mondjam, hogy megélhetési vállalkozás az onnan ered, hogy azt látjuk, hogy 69 ezer a konkurensnél, és a konkurensnek megéri, akkor én is adom 69-ért, akkor nekem is meg kell érje. Végül nem látjuk, hogy miért nem tudjuk befizetni hónap végén az áfát. Nem látjuk azt, hogy milyen eszközkészlettel, milyen adminisztrációval, hány évnyi fejlesztés mellett tudja az ügyfél, vagy a konkurens 69 ezerre adni azt a terméket. Így ez szerintem egy teljes tévút, mindent az utolsó csavarig egyébként egy jól összeírt költségszerkezetben kell tudni, és ilyes formán azt kell mondjam, hogy az a hosszú távon nyereségre vezető, hogyha mindened össze van írva. Nekem ebben a pillanatban negyedórás frissítési gyakorisággal van analitikai adatom, hogy az egyik gyártott megoldásunk költsége 12.142 forint. Ez a 142 forint is, az, hogy tudom, hogy ez erre a számra végződik, ez bár nem tudom minden egyes munkaanyagnak, hogy karakterre, hány karakter költsége volt a háttérben, de azt tudom, hogy ennek a csapatnak az utóbbi egy év mintázata, ami azt mondom, hogy már kinevezhető egy szokásnak, ami egy mix, és eltérő még mindig, de egyébként egy nagy mintán egy nagyon-nagyon pontosan közelítő értéket hoz, azt hozza, hogy van egy átlag karakterdíj, vagy átlag karakterszám, amit plusz-minuszban tud mozogni havi szinten, de hogy ez ilyen pár 10 000 forintos különbséget tud okozni egy havi nagyjából 35 milliós árbevétel mellett. Vagyis valójában mindent az égvilágon ki tudsz olyan mértékig statisztikázni, ahol már nagyon-nagyon pontos becsléssel, vagy nagyon pontos prognózissal tudod azt mondani, hogy én, hogyha ezt ennyiért szolgáltatom, akkor nekem meg fogja érni. Természetesen ebből ki fognak derülni az olyan dolgok is, valakinek mondjuk túl magas az óradíja. Van ilyen is nálunk. És erre vannak különböző limitek, ami nem engedi, hogy bizonyos tempó fölött dolgozzon egy kolléga, hiszen nem realitás, hogy egy azon beosztásban dolgozó ember annyit keressen, mint mondjuk egy két diplomás villamosmérnök, aki, hogyha valamit elront, élete végig börtönben lesz, mert valakit megcsapott az áram. Szóval mindent a valóságban le tudsz bontani egyszerű matek mentén számokra, azt összeadod, és nagyon pontosan látszik, hogy egy termék, vagy egy bárminek a legyártása, elkészítése, szolgáltatása, az neked mennyibe fog kerülni. Elég erőteljes választottál a kérdésre, tehát én is így gondolom, hogy ég és föld a különbség a között, amikor még csak idézőjelben, csak bevételben gondolkodik egy vállalkozó, vagy eljut arra a szintre, hogy már tud nyereségben is gondolkodni. És igen, amit behoztál gondolatot, hogy simán előfordulhat, hogy a számok valami idézőjelben rossz dolgot mutatnak, tehát hogy túl magas egy óradíj, túl magas egy költség, esetleg veszteséges egy projekt, de ugye onnantól kezdve, hogy ezt látod, már el tudsz kezdeni gondolkodni, illetve dolgozni azon, hogy ezen változtass, ezen javíts, viszont amíg ezt nem látod, valószínűleg, sőt 99%, hogy vannak a rendszerben, vannak az ügyfeleid között, a termékeid között veszteséges termékek, szolgáltatások, amíg ezt nem bontod szét, és nem mászol bele, és nem látod, hogy mi veszteséges, vagy mi nyereséges. Illetve itt az árazás kapcsán egy nagyon számomra fontos témát hoztál be, mert ezzel sokat foglalkozom ügyfeleknél is. Nem akarok most ebbe belemászni, hiszen most te vagy a vendég és nem én, de annyit ehhez a gondolathoz, hogy én is úgy gondolom, illetve tapasztalom, hogy az árazáson iszonyú sok múlik, és nagyon el lehet rajta csúszni, meg nagyon sokat
lehet belőle profitálni is, és nem csak úgy, hogy jó magasra belövöm az áramat, és akkor profitálok, hanem úgy, hogy látom a költségeket, és nyilván csak olyan munkákat vállalok, ami megéri nekem, látom, hogy az mennyi, milyen költséget, és nem csak miért, hanem mennyit tartalmaz, mennyi nyereséget tartalmaz, tehát az árazás egy iszonyú fontos kérdés, úgy gondolom. Ha az áron belül te ismered a költségszerkezetedet, akkor tudsz rá hatni úgy, hogy ha megfelelő fejlesztéseket te le tudod belőle szűrni, és meg tudod valósítani, akkor kontrollod van a fölött, hogy neked idén kell-e például árat emelni. Nekünk tavalyi év elejéig nagyon sokan mentek még a 2018-as árainkon. Mert egészen egyszerűen szervezetileg akkorát fejlődtünk, hogy egy nyugodt, békés ügyfélnél nem volt szükség arra, hogy emeljünk árat a 2018-as szintről. És azért 2018 és 2022 eleje között azért van különbség. Átlagos árak, meg bérek, meg minden között, de nekem, mint cégnek, vagy cégtulajdonosnak nem kellett kényszerűségből árat emelnem számára, hiszen egyébként láttam azt, hogy egy jó ügyfél, jól lehet vele dolgozni, egyébként csöndes, csinálja ő is a dolgát, mi is csináljuk a mi dolgunkat, és ez tök jó. És közben ugye olyan hatékonyságot értünk el, ahol megtehettük ezt, és nem kényszerültünk bele 3,5 év alatt, vagy mennyi alatt, hogy kifussunk abból a költségkeretből, amit az ügyfél annó meghatározott. Csak azért, mert láttuk azt, hogy mi mennyibe kerül, hol kell automatizálnunk, hol kell szervezetileg hatékonyabbnak lennünk, és ez egyébként törvényszerűen hozta azt, hogy egyébként talán még nyereségesebb is lett 2022-re a 2018-as költségvetés. Itt ebbe a gondolatokba egy picit belekapaszkodnék. Ugye azt mondod, hogy gyakorlatilag, ha valamit 2018-ban 100 forintért adtatok, és került mondjuk nektek 70-be, ugyanennyiért adtad 2022-ben is, és lehet, hogy az a 70 még csökkent is ez idő alatt, de hogy értem a logikát, hogy mivel növeltétek a hatékonyságot, sokkal ügyesebbek lettetek, költség alapon nem kellett árat emelnetek, mert így is megérte nektek az az adott ügyfél, meg az az adott projekt vagy szolgáltatás, de hogy ugye elteltek az évek, mindennek nőtt az ára, illetve másik oldalról lehet, hogy nőtt az értéke a szolgáltatásatoknak, és hogy miért nem emeltél árat, ez a kérdés, annak ellenére, hogy mindenhol nőttek az árak. Tehát ha te árat emelsz, oké, hogy a költségek ugyanott maradtak, mondjuk 70-en, de ha felemeled 120-ra az árat, akkor sokkal több pénz marad a te zsebedben, és akkor mi alapján volt ez a döntés, hogy nem emelsz árat, annak ellenére, hogy simán megtehetnéd, bár nincs rá szükséged költség alapon, de a piac az diktálja, hogy akár emelhetnél is. Egyrészt nem máshol van a munka, mint hogy nem más konkurensemnél például a kokáért. Másrészt ugye egy árat akkor kell emelned, hogyha vagy nominálisan, vagy arányosan téged a költségeid kiáraznak abból a helyzetből, amiben te vagy. Vagyis azt mondod, hogy te a szolgáltatásodat úgy árasztad, hogy 20% nyereség van rajta. Ez jelentette, hogy ez keresel rajta 10.000 forintot. Ha elment a költségszerkezeted az évek folyamán, és már csak 10-et keresel rajta, majd 10%-ot, és ezért 5.000 forintot keresel, akkor neked ugye két lépésed van. Egyébként nyilván a könnyebb az, hogy azt mondod az ügyfélnek, hogy mostantól 5000-rel drágábban szolgáltat minimum, de egyébként a megemelkedett költségekhez képest a 20%-ot akarod tartani, és akkor mondjuk emelsz kb. Mondjuk 7000 forintot, és akkor valójában értem, hogy akkor újra hozod azt a 20% nyereséget, ami neked a célárad volt, vagy a nehezebb útja a dolgoknak, ez voltam én, addig gyepálom a költségszerkezetet, és addig javítom a szervezetet, amíg egyébként az az 5000 forintot valahol a gyártási oldalon meg nem takarítom. Végeredményül ugyanott voltam, hogy most idézőjelben azt a 10.000 forintot megkerestem rajta. Akkor miért emeljek, hogyha tudom azt, hogy az ügyfélnek ez egy olyan sérülés, amiben potenciálisan benne van az elvándorlás esélye? Miért adjam oda a konkurensnek, amikor az én árbevételi vagy nyereségbeli céljaimat sikerült hoznom rajta? Akkor igazából itt még nagyon nagy potenciál vagy mozgástér van a vállalkozásod számaiban, hiszen ahogy mondtad a beszélgetés elején, ha jön egy ügyfél és menne máshova, vagy mástól is ajánlatot kér, jellemzően 15, de akár 40%-i különbség is lehet az árakban a ti javatokra. Az aktuális árainkhoz képest. És hogy ez a mozgástér megvan, tehát ha azt mondanátok, hogy húztok 10%-ot mindenkinek, vagy 20-at, az megdobná valamivel a bevételt, de hogy te nem ezt lépted meg,
nem az ügyfélre hárítottad akár a növekvő költségeket, akár a piaci változásokat, hanem sokkal inkább saját magadra és a saját cégeden belül igyekeztél úgy csinálni, hogy ezt ki tudjátok gazdálkodni, és olyan hatékonyan működjetek, hogy ha növekedett is valamilyen költség, akkor azt hatékonysággal igazából behozzátok, és nem annyit csináltál, hogy hát akkor növeljük az árakat, aztán majd az ügyfél megoldja, meg ő termelje ki a saját hatékonyságán. Így van. Egyébként nálunk egy áremelés valójában nem az, mint amit azt nem tudom pontosan most milyen példát mondtál, de hogy 70-ről 120-ra valami ilyesmit mondtál, szóval egy drasztikus emelést vetítettél elő szóba. Nálunk egy áremelés az úgy néz ki, hogy 4 × 5000 forint. Hát, hogyha átlagosan azt hiszem, hogy kb. 100 000 forintot költ egy ügyfél egy kampányban nálunk, akkor azt jelenti, hogy 5%. És közben mi dolgozunk azon, hogy másik 5-10%-ot a költség oldalon megspóroljunk. És nyilván nem törvényszerű, hogy ez mindig lehet, de ebben a pillanatban én látok magam előtt annyi fejlesztést, hogy lehet. Amíg fent tudom tartani ezt a nyomást egyébként, az az én piacomnak, hát nem feltétlenül nekik nem jó, de nekem eléggé. Azt tudom mondani, hogy nálam törvényszerűen minden olcsóbb. Tehát amit mondtál, azzal egyetértek, hogy ez nem úgy van, hogy már pedig mindig lehet ezen faragni a költségeinken, meg a hatékonyságon, és akkor minden olcsóbbnak lenni. De ha ti most tartotok nagyjából mondjuk 80%-on, hasamra ütöttem ezen a skálán, ugye a magyar vállalkozások többsége valószínűleg nem tart itt, és épp az előző podcast beszélgetésben Bíros Leventével beszélgettem vele, is a hatékonyságokról, és ezáltal ugye költségekről, meg eredményről beszélgettünk, és azt mondta, hogy szerinte az átlag magyar vállalkozás mondjuk 20-30%-nál tart jó esetben itt hatékonyságban. Nyilván ez nem kézzelfogható dolog, de te biztosan érted, amit mondok. Tehát, hogy azért valószínűleg a hallgatók vállalkozásában is van ebben mozgástér bőven, hogy javítsanak a hatékonyságokon, a folyamatokon, fejlesztenek, és ezzel ugye csökkentsék a költségeket. És ahogy mondtad, így nem biztos, hogy árat kell emelni. Aztán az jó, hogyha van mozgástér, és tud emelni, de hogy van mozgástér azért bőven, meg tartalék a cégeken belül is. Abszolút. Én egy bármilyen KKV-ban, ahol ezzel nem foglalkoztak, ott 100%-ra veszem, hogy hónapok alatt vagy egy 50% kapacitás növekedést lehet elérni, vagy 50% költség megtakarítást. És az is lehet persze, hogy 50% költség megtakarítás és 25% kapacitás növelést, ugyanaz a végeredménye, hogy teljes kihasználtság mellett dupla annyit lehet vele keresni azzal a céggel. Ezt 100%-ra mondom, akinél nem így van, az nyugodtan jelentkezhet nálam, vagy hát, aki úgy gondolja, hogy nem így van, de hogy ez bármikor, gondolj bele, hogy a saját cégemben egyedül 3600 munkaóra alatt, 4 év alatt 12-szeres méretet tudtunk, vagy tudtam elérni úgy, hogy ugyanaz a 3 ember van a tetején. Nyilván szervezetileg, ahogy jött a terhelést, ki kellett egészüljünk, de nem kellett hozzá felvenni egy 5-ször akkora menedzsmentet például. Igen, és itt amit mondtál, hogy szerinted a legtöbb vállalkozásnál hónapok alatt akár 50%-os kapacitás növelést is el lehet érni. Nem túlzok, azt mondom, hogy ez a legnagyszerűbb megoldásra, hogyha úgy növeled a kapacitást, hogy igazából nem kerül többbe, nem vettél fel plusz embert, vagy nem vettél plusz gépet, nem vettél plusz gyártócsarnokot, vagy akármit magadnak, hanem a meglévővel 10-20-30 vagy akár 50%-kal nagyobb kapacitást tudsz elérni, ezzel, ahogy mondtad, ugyanennyivel nagyobb termelést tudsz megvalósítani, és nagyobb bevételt, a végén pedig a nyereség vagy az eredmény már így hatványozottan tud nőni, hiszen ugye a költségek szinten maradtak, viszont a bevételek, illetve az ár és fedezet, ezek sokkal nagyobb mértékben nőttek. Így van. Szintén egy korábbi beszélgetésedben elhangzott gondolatra kapcsolódnék, ahol azt mondtad, hogy még a vállalkozás elején, ha jól emlékszem, egy banki tanácsadóval beszélgettél róla, és vele együtt modelleztétek le, hogy milyen lehetőségek vannak a vállalkozásodban, milyen erősségei vannak a tevékenységeidnek bevételben, és hogyha változtatnál valamit, az mit jelentene akár kifejezetten neked személyes jövedelemben. Ezzel kapcsolatban megosztanál pár gondolatot? Ha jól emlékszem, itt azt mondtad, hogy korábban nem voltál ennyire matekos vagy pénzügyes, a matekozás az megvolt, meg a logikai dolgokat szeretted, de hogy ezután kezdtél el pénzügyi számokkal is kalkulálni, tervezni, és hogy a hallgatók is hogy tudnak elindulni ebbe az irányba, ugye nem mindenki szopja ki a kisujjából, vagy nem mindenki, ezt is ugye Bíros Leventem mondta, hogy nem mindenki közgazdász végzettségű, hogy tanulta ezeket, de mégis
ahogy ugye veled is megbeszéltük, meg a többi podcast beszélgetésben is hallhatják a hallgatók, hogy nagyon fontos vállalkozóként egyszerűen matekozni, pénzügyeket ugye tervezni, figyelni, változtatni rajta, hogy tud elindulni a hallgató. Nagyon nagy segítség a Google Spreadsheet, vagy Excel, hogyha visszamegyünk egy 10 évet az időben. Igazából ez egy táblázat. Be kell írni az eladott termékre a költségemet, a marketinget és az abból származó bevételt, beképletezni és megfogni a jobb alsó sarkot és lehúzni egy 10 000 cellányit. Amit egyébként csináltunk, az pont ez volt. 30-valahány szolgáltatott kampány mellett zajlott ez a beszélgetés, és ezzel a banki szakemberrel, aki egyébként egy nyugdíjazott úriember, így azt beszéltük, hogy ez a vállalkozás így működik, de hát ez azért nem teljesít még életcélokat. Ekkor még nagyon kicsik voltunk egyébként. Mellé raktuk, hogy mekkora kapacitás igénye van egy másik üzletágunknak, és az mennyi árbevételt hoz. Azzal is lehúztuk a képletet, és kiderült, hogy az nem egy skálázható szolgáltatás, vagyis azt jelenti, hogy pont delete, mert hogyha nem skálázható, akkor nem érdemes vele foglalkozni, úgyhogy abban a pillanatban szűnt meg az üzletág. És volt egy pont, ahol nyilván az Excelben az látszódott, hogy ezt egy bizonyos inflexiós ponton túltolva annyira jól és nyereségesen szolgáltatható, hogy most az a ilyen 10% alatti nyereség, aminek el kell tartani a hozzákötődő szervezetet, stb., az egyébként fel fog menni majd 15-20-ra, amikor már indiferens szinte a darabszám. Úgyhogy valójában ez egy Excel képlet lehúzása jobb alsó sarokban végtelenségig. És nyilván ez a nagy totált megmutatja, hogy ebben van ráció, de közte az, hogy 10 soronként valamilyen szervezetfejlesztés szükséges, az volt nyilván a nagy munka. Tehát igazából összefoglalva, amit itt most válaszoltál, ez lényegében mivel egyszerű. Tehát foglalkozni kell vele, de egy táblázatban el lehet kezdeni, ami talán nehezebb, ugye, hogy beletenni az energiát, meg összeszedni ezeket az adatokat, meg ezt fegyelmezetten mondjuk vezetni és figyelni. Igen. Ez egy visszatérő issú, azt látom én is, hogy nem igazán akarják a vállalkozások következetesen. Hát nem a vállalkozások, azok nem akarnak semmit. A vállalkozás tulajdonosa vagy első számú vezetője nem akarja az életében azt az adminisztrációs és kalkulációs és egyéb melót, ami ezzel jár. Helyette inkább nyilván csinálja azt, amiben ő élményben érzi magát. Csak vannak olyan dolgok, amiket nem lehet megspórolni, hogyha szeretnénk, hogy mondjuk egy 10-szer akkora méretben ne dőljön a fejünkre az egész. Én például ezért hagytam abba a mentorálást, tök őszintén, mert én azon a talajon gondolkozom, hogy javítsunk rajta 50%-ot egy évben, de mindenkinek, és egyébként nagyon szerettem a mentorátjaimmal dolgozni, mindenkinek a 10-15% is elég volt. De hát azért nem kelek föl. Szóval, hogy azért nem látom azt, hogy lenne értelme. Persze nyilván mindenkinek a maga életét kell kiszolgálja a vállalkozása, de a 10-15%-hoz meg én nem kellek. Aztán persze kiderült, hogy mentorálni veszteséges, de ez egy másik dolog. Igazából nagyon egyszerű a matek. Volt egy óránkénti díjszabás, ez igazából most ebben a tekintetben indiferens. Ki tudtam számolni, hogy ugyanaz idő alatt, hogyha azt az én cégemen töltöm azt az időt, akkor azzal a díjszabással szemben 390 000 forint nettó ezévi jövőértéket tudok vele termelni. Nyilván valamennyit ugye megkaptam a mentoring során is kiderült, hogy azért eléggé masszívan veszteségben vagyok minden egyes eltöltött órával, amíg más cégével foglalkozom. Értem, nyilván ezt azért láttad ezt ilyen tisztán, mert neked ott voltak ezek a rendszerek, ott volt ez a táblázat, amiről beszélünk, ugye? És ebből láttad azt, hogyha ezt csinálod, az ennyi pénzt hoz, ha más csinálsz, az meg egy nagyságrendekkel másabb pénzt fog hozni. Ez egy kicsit lehet, hogy személyesebb téma is, hogy szerinted miért fontos a nyereség, illetve te mit kezdesz a nyereséggel? Ugye most már egy szemmel látható pénzt megtermel a vállalkozásod, mondhatjuk évről évre, és hogy akár vállalkozóként, de ha akarod ugye a személyes részéből is megosztasz gondolatokat, mit kezdesz te a nyereséggel? Ebben a pillanatban így ezen nem gondolkozom, mert hogy hát persze költöm valamire, építkezem, és minek utána az a világpénze, ezért igazából nem kell gondolkoznom, hogy mire költsem. Ezen túlmenően pedig ebben még nincsen rá ötletem, de ez nem olyan sok pénz, amit ne lehetne elkölteni valójában. Ebből fakadóan, minek utána az építkezés az elindult egy éve, nem igazán jön nekem az életembe az, hogy itt sok pénz van, meg hát mi a sok pénz? Nem látom azt, hogy ez olyan sok lenne, meg a ház egyébként elszippant mindent.
az mint egy ilyen nagy, sötét gödör, amiben így lökött bele, és soha nem jön ki belőle. Aztán persze nyilván majd megépül, és akkor majd jó lesz, de én nekem nem pénzügyi céljaim vannak, hanem ilyen well-being céljaim. Mert például azt tudom, hogy az a struktúra, amiben most dolgozunk, az egyébként nagyon sok embernek jó, és nagyon jól működik, de a saját, meg párom helyzetét nem javítja sok tekintetben, és olyan módon akarom átszervezni a céget, hogy ezt a struktúrát, ha megtartom, nyilván következményszerűen nőni fog a nyereség. Most az utóbbi időben megszületett egy olyan döntés, hogy ha van rá lehetőségünk, és bízom benne, hogy egyébként lesz, akkor mindent úgy kezdek el átalakítani, hogy bár a nyereségesség csökkenni fog, bum neki, el lehet élni ennél kevesebb pénzből is, de egyre kevesebb feladatom legyen az ügynökségben. Persze nyilván egyébként hozhatjuk Bíros Levit példának, ő ebben nagyon, nagyon brandelt az évi 11 napjával. Én ennyire ezt így nem akarom kizárni az életemből, meg nem is feltétlenül gondolom, hogy lehetséges, viszont egy sokkal egészségesebb szintre szeretném redukálni, és ezt igazából a nyereséget azt arra fogom költeni, hogy én mentesedjek. Illetőleg tavaly is, meg idén is már jelen van velünk az a helyzet, hogy többektől kapunk megkeresést arra, hogy megvennének minket. Múlt héten is volt új jelentkező, tavaly is volt egy komolyabbnak tűnő, de aztán az valahol mondjuk úgy, hogy elromlott, és folyamatosan jön ez, mert látják, hogy egy skálázható, jól tervezhető hiányterméket szolgáltatunk, és hogyha ebben van ráció, hogy úgy menjünk ki külföldre, hogy egy nagyobb cég megvesz minket, akkor erre fel kell tudnom készíteni a céget, és hogy amikor ott van, hogy jön az új kihívás, miszerint külföld, akkor azt ne úgy kelljen, hogy egyébként dolgozom 16 órát, és akkor kell mellé még kettőt. Egyébként dolgozom 4 órát, és akkor mellé kell még egyet. És akkor ez egy sokkal szimpatikusabb helyzet. Úgyhogy, ha magánoldalon nézem, akkor egyébként a házépítés, ezzel következő fél évet még felöleli, de egyébként innentől a nyereség az olyan szervezetfejlesztési, rendszerfejlesztési dolgokba fog menni, ami nyilván a vállalkozás hosszú távú kifutását fogja szolgálni. Mondhatjuk, hogy a nyereség nem csak azért kell nyereségesen vállalkozni, vagy vállalkoznunk, hogy aztán osztalék legyen, meg házat építsünk, hanem azért lehet azzal sok dolgot kezdeni, akár azt, amit mondtál, ugye, hogy olyan szintre fejleszteni ebből a nyereségből a vállalkozást, hogy neked vállalkozóként mondjuk minimális időt kelljen bentöltened, mert működik magától is, működtetik az emberek, és ugye működteti a rendszer. Így van, így van. Természetesen ez nagyon HR-heavy, és egyébként nagyon sok beruházás, hiszen egy ember a mi területünkön, mármint egy tanácsadói szintű ember a mi területünkön, reálisan egy év után fordul nullszaldó környékére. Hiszen egyébként képezzük egy olyan jó fél évig. Addig nyilván neki pénzt kell keresnie. Amikor ez megvolt, akkor mondjuk úgy, hogy üzembe állítjuk, és majdnem fél évig dolgozik azon, hogy neki legyen idézőjelben praxisa, és elkezdjék őt keresni. Akkor nekem már egy éves bérem benne van, és utána elkezdik keresni őt, és hát igen, valószínűleg inkább ilyen másfél év környékén van, amikor folyóköltségbe, havi bérében ő már saját magát kitermeli. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy azt az előzmény költségvetést azt is azért ki kéne tudni. Nyilván, ahogy egyre nő a szervezet, ez egyre könnyebb finanszírozni, hiszen egyébként mindig egy belépőt már a többi itt lévő 2-3, akár 4 kolléga finanszíroz, ezért a költsége jobban porlasztható, de ezt meglépni mondjuk a második és a harmadik emberrel még azért költséges. Amikor majd 10 lesznek, akkor ez egy sokkal könnyebben viselhető dolog. Igen, és ugye ha nem lenne nyereséges, mondjuk akár a te vállalkozásod nószaldós, meg küszködsz pénzügyileg, akkor lehet, hogy még neked is most kihívás lenne egy-két embert is felvenni, mert ugye nincs miből finanszírozni. Pontosan. Az a szerencsénk, hogy úgy tudunk mindig például gyártás oldalon felvenni embert, hogy mindenki valahol egy kicsit már a kapacitásának határain jár, illetve van olyan munkakör, amit nem szeret. És az új ember, mivel akután egy másik ember, nagyon sokszor kiderül, hogy egyébként pont azt a munkakört, amit az egyik nem szeretett, az új szereti, és nagyon szívesen elvállalja. Így gyakorlatilag
az a bér egyébként megvolt máshol, azonnal lekerült, ő kap helyette egyéb különböző feladatokat, szóval tudunk úgy bővülni szervezetileg, hogy az a gyártásban nem teljes értékűen képzésre fordított beruházás, hanem nagyon sok olyan munkaköri elem már oda tud kerülni valakihez, aki ezt akár örömmel csinálja. Abszolút egyetértek. Zoli, úgy gondolom, hogy lassan a végéhez közeledünk, és rendkívül tartalmas volt ez a mai beszélgetés is, és úgy gondolom, hogy ha valaki eljut eddig a beszélgetésben, tud mit kezdeni utána, tehát vannak feladatok, akár az, hogy megnézi a pénzügyeit, a folyamatait, a rendszereit, esetleg elgondolkodik azon, hogy hol vannak ezek az ismétlődő dolgok, amit ugye mondtál, a már megint szituációk. Így a végére legyen ez a reklámhelye, összefoglalnád még egyszer a hallgatók számára, hogy milyen feladatokkal, problémákkal, kérdésekkel kereshetnek titeket, és hogy hol érnek el, bár nyilván be lesz linkelve itt a beszélgetés alá az elérhetőséged. Kereső optimalizálás, annak most már azt tudom mondani, hogy minden részletével, mert hát nyilván nem mindig voltunk teljes körűek, ez a fejlődés egy hozadéka, hogy most már szerencsére teljes körűek tudunk lenni. Szóval a kereső optimalizálásnak minden részével kereshetnek minket, döntően webshopokkal dolgozunk, úgyhogy nekik van a legjobb eszközkészletünk, illetve ők tudják a legkönnyebben monetizálni a munkánkat. Az alhconsulting.hu-n érnek el, vagy hát igazából rákeresnek a nevemre, hogy Pán Zoltán Gábor, relatíve könnyű hozzám eljutni, és mindenkit nagy szeretettel fogadunk. Ha meddig valakinek valamilyen, nem azt mondom, hogy szervezetfejlesztés ide, de gyártási értelmezésbe vett szervezetfejlesztési vagy folyamatfejlesztési kérdése van, arra megpróbálok válaszolni, szívesen segítek, aztán hát, ha kisül belőle valami jó. Na, köszönjük szépen, Zoli, és kedves hallgatók, nektek is köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Bízom benne, hogy hasznos és tartalmas volt ez az idő, amit velünk töltöttetek. Én Csehil Ádám voltam, a mikrofon túloldalán pedig Pál Zoli volt velünk. Sziasztok! Szerusztok. Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.